Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet tőle. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. És az azt jelenti, hogy ő felégett valamit maga mögött. Elfordul az eseményektől, lezárja a múltat, keres egy új irányt vagy egy kiutat. Nagyon óvatosak a lépései, de ő odafigyel mindenre. És még valaki figyeli az eseményeket, és ez itt látható a háttérben, ez a hölgy. Figyeli, hogy ő most mit csinál, de ő ezt nem veszi észre, hiszen más irányba tekint. Mi van a háttérben? A titkokat itt ez a kártya mutatja. Ő kezébe fogja venni ezt a kulcsot, és az utal akkor a magabiztonságára. Ezzel a kulccsal ő most lezár valamit, és ez a múltja. Ugyanúgy, ahogy itt látható, hogy a múltat elégeti a háta mögött. Tehát lezárja ezeket a dolgokat. Ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, hiszen utal a nyitottságára. És most megtekintjük azt, hogy mit gondolkozik el, vagy mi az ő terve, ez itt látható. Ő úgy gondolja, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíti a talajt a lába alól. De ha mi megfordítjuk ezt a kártyát, akkor más kép néz ki, hiszen megvan ez az elegáns mozgás, azon kívül a lába megérinti a földet. És ez azt jelenteni számára, hogy fordítson valamin 180 fokot, vagy nézze másképp a dolgokat. Most bepillantunk az ő érzelmi világába. Bizony, vannak itt nehézségek, hiszen nem tud aludni. Töpreng valami felett. Itt ugyan egy hölgy látható a képen, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utal az ő érzelmeire. Mit fog tenni irányodba? Erre utal itt ez a kártya. Itt ez a napsugár jelenti a kisugárzást, az övét is, a tiédet is. Itt megvan a vonzalom kettőtök között. Azon kívül kiderül az igazság, vagy ő beszámol valamiről, vagy valakiről, és ebben megbízhatsz, hiszen az igazságot mondja ki. És hogy válaszolj erre? Itt lesz egy közös út. Látható a vidámság. Ő játsza itt a zenét, de te követed őt. Itt megvan a könnyűség, ez a vidámság, egy új kezdet, egy új életút. És most megnézzük azt, hogy mit tervez veled kapcsolatban. Itt látható, hogy te fölötte vagy. Az azt jelenti, ő felnéz rád, csodál téged, bámul téged, és felfedez rajtad valamit, amit még eddig nem látott. És hogy viszonyulj ehhez? Itt döntésekről van szó, egy új irányról. És ez fontos, hogy közöld vele. Ez nem úgy lesz, mint a múltban, hanem kell egy új irány, kellenek a változások. Ez lehet egy költözködés is.
és a következő kártya mutatja az ő érzelmeit, és ugyanúgy itt is látható, mint itt ezen a képen, hogy félelmei vannak, nem tudja hogyan tovább, elveszíti a talajt a lába alól, és töpreng valamit. Ami fontos lenne, ez a kommunikáció, hiszen a kardok jelentik a levegő elemét. Ő ír itt valamit, tehát ő is szeretne írni neked, oda valamit közölni veled, tehát fontos az, hogy beszéljetek egymással. Nyíltan, mint ahogy ez a nap mutatja, és hogy legyen itt egy változás, egy új út. És ezen a kártyán látható, hogy mennyire fontos ez a könnyűség. Itt ezen a kártyán, ugyanúgy, mint itt, vannak még korlátozások, nehézségek nála, amin neki még el kell gondolkoznia. De nem szabad túl sokat töprengeni. És a jövőt itt ez a kép mutatja. Itt látható ez a szerelmes pár, és az utal kettőtökre. És itt van fölöttetek ez az angyali segítség. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.